A Városi Hivatal idén a tavaszi lomtalanítási napokat április 14-én, 21-én és 28-án szervezi meg. Ezeken a napokon a háztartásokban feleslegesé vált hulladékot 10 óráig kell a házak elé kihelyezni. Az elektronikai hulladékot ezúttal április elején egy külön hétvégén gyűjtik be. A zöld hulladékot pedig március 26-a és 28-a között szállítják el. Még a húsvét előtt szeretnék lehetőséget adni a lakosoknak arra, hogy megszabaduljanak a zöld hulladékuktól. Konkrétan az ágak szerését szeretnénk elvégezni a zöld hulladék gyűjtésekor megszokott utcabeosztások szerint. Próba jelleggel egy külön elektromos hulladékgyűjtést fogunk szervezni április 4-én a délelőtti órákban. Ekkor kizárólag elektromos hulladékot gyűjtenek az FCC emberei. Március 24-től a Municipál Pozsonyi úti telephelyére is ki lehet szállítani a hulladékot, amelyre 3 konténert helyeznek el. A építkezési törmeléket bizonyos illeték fejében lehet majd kiszállítani az idei évtől. A bútorokat, kárpitozott és nem kárpitozott bútorokat is fogunk gyűjteni, illetve bizonyos fahulladékokat is ki lehet szállítani, palettát, OSB lapokat. A zöld hulladékot idén is ki lehet szállítani a telephelyre. Áprilisban a családi házas övezetekből újra elszállítják a zöld hulladékot. Rendszeres zöld hulladékgyűjtés április 9-től indul, hétfői napon, és innentől kezdve egészen november végéig minden hétfőn, kedden és szerdán végezzük a zöld hulladék begyűjtését. Ágakat ilyenkor már mi a háztartásoktól nem szállítjuk el, erre lehetőség van a telephelyünkön, hogy a lakosokra kiszállítsák közben. A municipál telephelye szombatonként 8 és 17 óra között tart nyitva, hétfőnként pedig 13 és 18 óra között. A húsvéti ünnepek alatt viszont zárva lesz.